bukott. Nem, fordítva fogom. Sziasztok, Matilda vagyok, és még egyszer a csatorna indulásának környékén, valahol tavasszal csináltam egy videót, amiben bemutattam a kedvenc könyvborítóimat, azok közül, a könyvek közül, ami itthon megvan. És úgy gondoltam, hogy akkor most ennek a párját is megcsinálom, azaz a legkevésbé kedvenc borítóimat, vagy hogy mondjam ki, szóval a legcsúnyább borítóimat, úgymond. Természetesen nem az a lényeg, hogy milyen egy könyvnek a borítója, mert az a lényegesebb, hogy mi van benne, de azért jobban szereti az ember, hogyha esztétikus a borítója. Az első könyv, ami nem kifejezetten csúnya, inkább azt mondanám, hogy engem zavar ez a borító, az a Gyűrűk Ura második részének, a Két toronynak a borítója, mert ezt nem tudom, hogy ez itt mi akar lenni itt az elején, szóval kicsit szab, nem tudom. Ilyen fura gombidok vannak rajta is. Nekem speciál a három könyv közül ennek a borítója nem tetszik. Mert ez olyan furi. A következő az... Hát ez elméletileg egy Percy Jackson kiegészítő kötet, és megvettem, meg is bántam, mert hogy igazság szerint ilyen szerintem kb. Google-ből összeszedett információkat dobáltak bele ebbe a könyvbe, kifotoshopoltak az oldalakra néhány képet, és így lett ez, és rányomták, hogy Percy Jackson és az Olimposziak és The Ultimate Guide, és azt hiszem valahol rajta van, nincs rajta, azt nem írták rá Gyűrűk Urának, mindegy, megvettem, mert azt hittem, hogy milyen jó lesz ez egy jó kis kiegészítő kötet, hát igazából semmi nem volt benne. Leírások, olyan dolgok, amiket egyébként minden máshonnan tudni lehet, tehát semmi új nem volt számomra ebben a könyvben, és igazság szerint azért nem tetszik ennek a borítója, mert hogy itt lehet látni ezt a kis hologramos csíkot itt az elején, és hát most már más a hivatalos illusztrációk, tehát a hivatalos karakter illusztrációkat most már más csinálja, de akkor még ez volt. Ezek borzasztóan néznek ki. A következő könyvet már azt hiszem említettem a Hangolódás az iskolára című videómban, ahol ugyanis felmutattam ezt, ez a Szívzűr terápia Strébereknek című kötet. Én szerintem az első dolog, amit ezen kiszúrtam, az az volt, hogy a photoshopolást meg a kivágásos részeket hol rontották el, na mindegy, de ez az én problémám, mert én ezeket azonnal kiszúrom, az vele a probléma, vagy hát a baj. Ez a borító, ez fantasztikus, tehát főleg messziről annyira még talán nem borzasztó, de közelről lehet látni az összes... Ez csak minősíthetetlen, mindegy. Szóval ennek nem éppen van a legszebb a borítója, és nem volt olyan rossz belül sem, mármint hogy a sztorival se voltak olyan problémák, de be kell vallani, tehát hogy ez amilyen típusú ez a könyv. Ez nem az én világom. Maga a történet sem. A következő a kedvencem. Madeleine Langley-nek a, vagy nem tudom, mert szerintem francia, vagy valami franciás neve van, de neki az Időcsavar sorozata. Mert ezeknek a borítóit, ezt főleg az elsőért öröm nézni. Ez fantasztikus ez az alkotás. Szóval itt... ezt itt szóval nem tudom, hogy mi történt ezen a borítón, de... Nem, ezt erre nem. Én ezt mikor először megláttam, nem tudtam vele mit kezdeni, így néztem, hogy... De ezt tényleg rátették egy könyv elejére. Igazából a második és a harmadik kötetnek már azért szolidabb borítója van. A harmadiké már tetszik is egyébként. Szóval ezt nem azért mutatom fel, mert csúnya lenne, a másodiké meg... Hát a másodiké meg ilyen. De szerintem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az első élet a legfélrecsúszottabb borító mind közül. Jane Austen könyveit igazság szerint csak megvettem. Tehát így nem... Néztem külön azután, hogy melyik a legszebb borító, bementem a könyvesboltba, és amilyen borítóval volt, megvettem, mert el akartam olvasni, szóval nem a borító volt nála ezeknél a könyveknél a lényeg. De azért meg kell hagyni, hogy hát most nem éppen a legszebb beket sikerült nekem beszereznem,
Az egyik, tehát ez a Mansfieldi kastélynak még a régebbi borítója. Igen, szerint így szemből egész jó. Amúgy egészen tetszik. Oldalról már nagyon... Nem tudom, ezek a színek nekem nem kedvenceim. Ez a világosabb, barnás, sárgás, meg a barna. Szóval ez annyira nekem nem jött el. De hát... Igen, ennél a könyvnél nekem kifejezetten az volt a lényeg, ami benne volt, nem, hogy szép is lenne a borítója, lenn is van a polcom legalábbis lassú polcászóval. Oda számíztam szegényt. A másik kettő, ami még annyira nem tetszik, az a Meggyőző Érvek és az Emma. Bár az Emmának azért meg ilyen szép zöld, az így egész tűrhető. A Meggyőző Érveké furi, de vannak ettől sokkal szebb borítójú kiadásai ezeknek a könyveknek egyébként. És az utolsó kettő, amit említenék, nem, ezek se kifejezetten csúnyák, tehát nem az a borzasztó borító kategória. Nekem csak simán nem tetszenek ezek a borítók, ezért is próbáltam a másik kiadást beszerezni, de hát Book Depository nem úgy akarta, hogy nekem meglegyen a teljes sorozat egyforma borítóval, úgyhogy ebből sikerült beszereznem MS2 borítót, ez pedig a Csontváros és a Bukott Angyalok Városa. Nálunk ezekkel a borítókkal jelent meg először a könyv, meg még az is lehet, hogy külföldön is. És nekem ezek annyira nem tetszenek. Most ez az én személyes véleményem, csak így nem tudom. Én ezekre így ránézek, és annyira nem győztek meg, nekem inkább ez az újabb kiadás tetszik. Ja. Úgy nem olyan nagyon csúnyák, csak nekem furák. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!